Egyrészt gratulálok a győzelemhez, és hát szépen lépkedsz a 200. felé. Hát igen, köszönöm szépen. Nagyon kellett ez a győzelem. Így készültünk, hogy ezt a meccset valahogy mindenre kell nyernünk. Hát nem úgy indult, vagy hát indulni jól indult, de kaptunk megint egy gólt, egy elkerülhető gólt. De én úgy érzem, hogy a végén megérdemelten szereztük meg a 3 pontot, úgyhogy ezt szerintem nem is kell magyarázni. Milyen instrukciókat kaptál Simon Antaltól? Ugye nyilván fontos volt az is, hogy meg tud tartani elől a labdákat, és hát nem árt azért a rutin, mert ilyen helyzetben azért gondolom nem egyszerű odaállni egy 11-eshez. Hát igen, végülis azért állított be, hogy próbáljuk megfordítani a mérkőzést, tartsam meg a labdát, és próbáljuk visszalépkedni a labdákért, és irányítgassam a csapatot. Én úgy gondolom, nagy részben talán sikerült is. Hát kaptunk egy 11-est, amit újra értékesítettem. A szögletet kiarctam, hogy berúgtunk, úgyhogy egész jó volt. Elment a púzusod a 11-esnél? Hát nem igazán. Ilyenkor magabiztosnak érzem magam. Tudom, hogy hagytam már én is 11-est. Néztem, hogy hova vetődik a kapus, Kispest kapusa. És én úgy érzem, hogy jó helyet választottam. Mit szólsz az, hogy te vagy most itt az első számú kedvenc, már amikor melegítettél, akkor skandálták a nevedet, nem beszélem most itt a meccs utánról. Igen, nagyon megtisztelő, nagyon jó érzés, hogy a szurkolók így szeretnek. Én úgy gondolom, hogy amikor annó elmentem, akkor is tényleg mindenki csak a jót és a pozitívumokat szűrt el, én is nagyon szerettem ezt a közeget, a közönséget, úgyhogy tényleg hálás vagyok nekik. Hát, amennyit játszok, azt próbálom mindig meghálálni. Ugye örülünk most, de továbbra is nagyon nehéz helyzetben van a csapat, de hát versenyben maradtunk, talán ez a legfőbb pozitívum így a térre. Igen, nyilván azt szerettük volna, hogy lőtávolba legyünk, és én azt gondolom, hogy ez talán sikerült is, megmondom, hogy nem tudom az eredményeket. Az volt a lényeg, és azt beszéltük a Pistával is, még fél időben, meg a Simékkel, hogy a 6. ha szakad, ezt a mérkőzést meg kell nyerni. Hát sikerült, igazából nehezebben sikeredett, de úgy gondolom, minden győzelem nagyon sokat ér, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly honvédot vertünk meg, tehát egy jó csapatot, és jó edzőjük van, úgyhogy nagyon össze vannak rakva. Nekünk ez most sikerült. Gratulálok.